Sziasztok, Farkas Viki vagyok, más néven Kicsi Wu, a hagyományos kínai orvoslás dietetikáját népszerűsítem itt Magyarországon, amit Európában úgy hívunk, hogy ötelem konyha. És ez pedig az adventi videó kihívásomnak az ötödik videója. És ugye a legutóbbi videóban a különböző fehérjék energetikai különbségeiről beszéltem, tehát arról, hogy vannak állati fehérjék és növényi fehérjék, és energetikai szempontból másként hatnak a testünkre. És arra gondoltam, hogy most kicsit kitérnék a húsokra, méghozzá két olyan jellegzetes húsfélére, ami a kínai gyógyászatban, vagy hát a kínai dietetikában ilyen nagyon fontos szerepet játszik. A témánk tehát az tyúk kontra kacsa. Tehát, hogy mikor gyógyétel egy tyúkhúsleves, egy tyúkerőleves, és mikor válasszunk inkább kacsát. Általánosságban a húsokról ezt kell tudni, azért olyan nagyon értékes alapanyagok és gyógyételek a kínai orvoslású, kínai dietetikában, és így az ötelem konyhában is, mert hogy tonikok, ami azt jelenti, hogy erősítenek, táplálnak. Tehát mindenféle hiány állapotban nagyon jó gyógyételek, például erőlevesek formájában, mert hogy leves formájában nagyon könnyen felszívódnak, egy erőleves, egy hosszan főtt erőleves sok meleget is tartalmaz, mert ugye minél tovább főzünk valamit, annál több meleget viszünk bele az ételbe termikusan. Másrészt ugye a tápanyag is kioldódik az alapanyagokból, és ez mind a lében koncentrálódik, és ez nagyon könnyen felszívódik. Tehát az erőlevesek mindenképpen nagyon jó erősítőszerek, és a nőknek erre különösen nagy szükségük van, tehát fontos, hogy a nők rendszeresen egyenek valamennyi húst, vagy legalábbis erőleveseket, ha fogyasztanak, az nagyon előnyös. Mert hogy mondtam, hogy ugye különböző hiányállapotokban ajánljuk a húsokat, hát milyen hiányállapotokról lehet szó? Például csíhiány, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy fáradt vagy, kimerült vagy, az életenergia kicsit hát kevés benned, fáradékonyabb vagy, tehát ez így a diszharmóniáknak a legelső lépése, amikor hát egy kicsi, jól esik egy kicsi erőfokozás. A második fokozat ez a vérhiány, ami a nőket nagyon gyakran érinti, mert hogy ugye minden hónapban vért veszítünk a menstruáció által, és egyébként pedig ugye a vérhez kapcsolódik a táplálás is, tehát a nő, amikor ugye várandós, akkor 9 hónapon keresztül táplálja benne növekvő magzatot, és tulajdonképpen ott ugye a saját vérén keresztül táplálja. Aztán az anyatejet például a kínaiak fehér vérnek nevezik, mert hogy az anyatej mennyisége, az tulajdonképpen a nőnek a vér mennyiségétől függ, tehát attól, hogy mennyire erőteljes, mennyi életenergia és mennyi vér áramlik benne. Tehát a szoptatás ideje alatt is nagy mennyiségű vértápláló ételre van szükség. Tehát a vértáplálása az egész női életúton, mondhatjuk azt, hogy egy fontos feladata az étkezésünknek. Na, és akkor nézzük meg, hogy mi a különbség a tyúkerőleves és a kacsaerőleves között, mert mind a kettő bizonyos helyzetekben nagyon jó lehet a nőknek. Tehát a tyúkhúsról elmondhatjuk, hogy melegítő hatású, de ez az egyik, vagy ez tulajdonképpen a fő különbség, hogy a tyúkhús melegít, a kacsa pedig hűt. Mi következik ebből? Hát a tyúkerőleves ez minden olyan állapotban gyógyétel, vagy hát egy ilyen jó kiegészítő táplálék, amikor kicsit fázósak vagytok, fáradékonyak vagytok, le vagytok gyengülve. Például ugye hagyományosan a tyúkhúsleves, hosszan főtt tyúkerőleves, az ugye a szoptatós anyáknak, a gyermekágyas anyáknak az első étele, szinte a világon bárhol mondhatjuk. Másrészt pedig ugye a betegség utáni lábadozásnak is, amikor erőre szeretnénk kapni, akkor egy nagyon jellegzetes étele a tyúkhúsleves. Ez pontosan emiatt van, mert hogy a tyúkhús az táplálja a csít, tehát életenergiánkat, melegít, tehát a yangot is, a belső melegünket is erősíti, emellett a vért táplálja, és mondhatjuk azt is, hogy a veségben tárolt életesszenciát is táplálja, tehát ez mondhatjuk azt, hogy ilyen alap energia csomagunk, amire mindig visszanyúlunk, hogyha nagyon megerőltető időszakon megyünk keresztül. Szóval a tyúkhús az nagyon tápláló és melegítő, tehát minden olyan helyzetben, amikor nagyon tehát ilyen erősítésre, roborárásra és melengetésre van szükség, akkor az első számú választás a tyúkerőleves.
kinek nem jó a tyúk hús és a tyúk erőleves. Hát nyilván ebből a jellemzésből már kiderül, hogy az, akinek eleve meleg tünetei vannak, annak valószínűleg nem lesz kellemes, nem lesz jó érzés tyúk húslevest tennie. Ugye ez tipikusan az a szituáció, amikor vasárnapi húslevesevéskor így valakinek így gyöngyözik a homloka, kivörösödik a feje, nagyon megizzad. Ez azt jelenti, hogy az ő alkatának egy kicsit túl meleg ez a leves. Nem véletlen, hogy általában nyáron például nem kívánjuk a hosszan főtt leveseket, a tyúk húslevest különösen nem. Ugye inkább a hideg évszakok étele. Na, az ilyen meleg típusoknak lesz gyógyétel vagy kiegészítő táplálékuk a kacsa erőleves, mert ugye a kacsa hús az hűtő hatású. Ugyanúgy táplálja a vért, illetve kínai orvoslás hát fogalmait használva azt mondjuk, hogy a yint táplálja, a máj yint, a vese yint táplálja. Tehát olyan élethelyzetekben nagyon jó, amikor valaki nagyon ki van merülve, már szinte egy a kiégés szélén van, az erőtartalékainak a legszélén. És ez a yin hiány, ezt úgy hívjuk, hogy yin hiány, és ez hát ugye azt jelenti, hogy nélkülözi az ember a yin nek a nyugtató, hűtő, stabilizáló minőségét, ezért a yin hiánynak olyan tünetei vannak, ami délutánra egyébként fokozódik, hogy egy ilyen belső nyugtalanság, idegesség, belső feszültség, délutánra növekvő hőmérséklet, tehát kicsit, mintha hőemelkedésre lenne, kipirul az arca, este nehezen nyugszik meg, nehezen alszik el, és az éjszakája, ugye az lenne a yin ideje, amikor a yin a legnagyobb hát mennyiségben van jelen, vagy leginkább kibontakozik a testünkben, ez a hűtő, stabilizáló, nyugtató minőség, ez hogyha ugye kevés, akkor az éjszaka nem lesz nyugalmas, hanem éjszakai izzadás jelentkezhet, vagy éjszaka forróak a tenyerek, a talpak és itt a mellkas területe, és ebben az esetben vacsorára egy nagy tál kacsahúsleves, az nyugtató, hűtő hatású lehet. Tehát láthatjátok, hogy a kínaiak energetikai szemlélete alapján egész célzottan tudunk választani akár a húsfélék közül is, attól függően, hogy valakit mondjuk melegíteni, erősíteni, tonizálni akarunk, vagy pedig úgy szeretnénk táplálni a vérét és a yinét, hogy közben nyugtatjuk, hűtjük, stabilizáljuk az idegrendszerét. Holnap egy újabb videóval jelentkezem, tartsatok akkor is velem, sziasztok!